Sziasztok! Ez egy kis bemutató videó lenne. Most, hogy elnéztem, hogy miket szoktam vinni melóba, megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy vajon mások mit is vihetnek melóba, és úgy gondoltam, hogy a videó keretein belül bemutatom nektek, hogy mikkel is szoktam járkálni munkahelyre adott esetben. Az első és legfontosabb dolog, amit viszek, az maga a telefon, internet kapcsolata, hiszen mire lennék én 3D designernék internetként internet nélkül, nem a beszédhiba meg volt. Illetőleg, amit még hozzácsapok, az a kulcsom, hiszen aki egyszer elmegy a házból, az szeretne hazajönni, tehát mindenki, aki egyszer haza szeretne jönni, az viszont ilyesmit. Illetőleg a személyim, tehát bulletin, azt így most így lerakom fájára a privát adatok kitakarása véget. Illetőleg, amit még mellé szoktam csapni, az egy marker, hogy a dolgokat ki tudjam jelölni nekem, amik szükségesek. És ami még hozzájár egy írószerszám golyóstól, hiszen anélkül mit ír az egész, hogyha egy tervező nem tudok jegyzet élni. De már most mi a munka stresszes, éppen ezért viszek elektromos cigarettát is, ilyen kis változatban. És még mellé csapok egy töltőt, ha netán lemerülne, legyen mivel töltenem. Viszont hogyha hosszabbak a napok, ugyebár kell az embernek egy nagyobb készülék is, mint konkrétan ez, amihez most a patron nincs hozzalakodva, körülbelül ekkora, tehát egy bazin hosszú cucc. Illetőleg, mivel hogy ez is akkumulátorral működik és lemerül, ehhez is kell egy töltő, én is töltő akkumulátor, tehát egy pótakkumulátorral megtöltjük az egészet. Plusz, ha mivel hogy faiparban dolgozom, kell egy mérőeszköz is, szóval a mérőszalagomat is hozzacsaphatjuk, ami már egy igazán nagy kupac. Viszont mindezt még megtoldjuk a 32 GB-os flash-emmel, hiszen hogyha valamit melót nem tudod befejezni, akkor jó, ha otthon be tudod fejezni, szóval ja, kell a kapacitáshoz, hogy haza van szóld a munkájához, hogyha nem szeretnél interneten bohockodni, hogy küldözgessed, azt megkapod-e vagy sem. Plusz, ami még mindezekhez hozzájön egy USB kábel, mert a telefont is lehet tölteni, illetve hozzá lehet csatlakoztatni a géphez, szóval az is árt, ha van. Ráadásul kell egy öngyújtó, mellé még egy doboz cigaretta, hiszen ha túl idegesek lennénk is az elektromos már nem hatna, akkor kell a keményebb adag is. Plusz ami mostanában hozzájön, az a kis kamerám néhány tartozékkal, ami ebbe található, csak azokat nem szoktam vinni, nem mindegyiket, hogy csak hogyha úgy van a lehetőség rá, hogy kelljen. Ugyebár felmérésekkor ilyen olyan helyzetekben kell videót készíteni, lehet a fényképet, és erre a kit vision kamera meg is teszi a hatását, nagyon tökéletes rá. Plusz, amit még manapság hordozni szoktam, vagyis fogok, illetve most beszerzett powerbankemet a kis USB kábeljával, hiszen az is egy nagyon hasznos dolog, hiszen hogyha lemerülne a kamera, csak cuppantom rá és útközben feltölti, és nem kell a telefonra megspórolt dugaszt hozzá csatolnom a kamerámhoz, szóval nyugodtan tölthetem vele. Úgyhogy én ennyit viszek munkába manapság, kíváncsi vagyok ti mennyit visztek, egy videóban válaszoljatok vagy kommenteljetek a videó alá. Csak itt kíváncsiságban megmutattam nektek, hogy én ennyi kupacot viszek egy nap melóba, én vagyok a, úgymond az Electronic Man, tehát én konkrétan tele vagyok elektronikával. Nálam nem az a kérdés, hogy fel van-e USB kábelot, vagy valami hasonlót, hanem hogy milyen kell, konkrétan én az a fajta emberke vagyok, és hogy hány darab. Na én csak ennyit akartam megmutatni nektek, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!